Sziasztok! A Tanya Banda után egy újabb Haba társasjátékkal készültünk nektek, ami nem más, mint a Vikingek völgye. A játékról tudni kell, hogy idén, itt a dobozon is látszik a díjazás, elnyerte az év gyermektársasjátéka díjat. Jó nagy dobozban találhatók az alkatrészek, tehát kényelmesen el fog benne minden férni. A doboz hátoldalán szintén megtalálható a fólia alatt a játékszabály. És akkor kezdjük a kibontást, hogy mi rejlik a csomagba. Felbontom. Igen. Játékszabály, amit már említettem az előbb. És akkor visszatérek a doboz elejére. Itt az látszódik, hogy 2-től 4 főig játszható a játék, és 6-tól, hát egészen 99 éves korosztályig. Taktikai társas játék és ügyességi szerencsén alapuló, mert ilyen bowling játékhoz fog hasonlítani maga a játék. És akkor nézzük, hogy mit tartalmaz a dobozkánk. Kibontom a szokásos habajátékok esetében egy ilyen kis füzetecske. 4 kis különböző színes hordót találunk benne. Rengeteg kis aranypénz a játék végén, majd ezeknek a gyűjtése fog a győzelemhez vezetni minket. Ezen kívül található benne egy golyó, egy úgynevezett kis bowling golyó. És akkor, ez egy jó nagy csomag lesz. Mindjárt kibontjuk ezt is, hogy mit lapulnak benne. Jaj, még hogyha látjátok, ki tudnám bontani. Jó. Úgy látom, hogy ez a játéktábla lesz, amit 7 különböző elemből tudtok majd összetenni. Itt nekem sajnos nincs most erre hely, de megmutogatom nektek. Látszik majd egy ilyen kis középső rész, ide kell majd a bábúkat behelyezni, és akkor a golyóval minél több bábút ledönteni, és akkor a táblának a többi része ilyen nagyon jó puzzle elemekből áll, tehát látványos lesz így az egész menet. Nagyon jó kis elemek, úgy látom szép grafikát kapott, megint tényleg akkor megérdemelten nyerte el az év gyermektársas játéka díjat. Lesznek benne kalózhajók is a fiúk előnyben, nem minthogyha a lányok nem játszhatnának attól vele, hisz az év gyerekjátéka lett. Jó kis hajók vannak benne, kis kalózhajók többfajta színben, zászlók is vannak, ezek is majd szolgálatot tesznek a játék során, és akkor különböző kis karakterek vannak benne. És akkor itt pedig szintén ilyen kis hajók. Hát ezt hoztam mára nektek. Ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel a csatornánkra, kellemes játékot és szép napot kívánok nektek. Sziasztok! okosjáték.hu, hogy a játék igazi öröm legyen.